nem megyünk mi messzi, csak a falu végén. Andika is az érpataki Hajlika népi hagyományőrző óvodába jár. A községben fontosnak tartják, hogy már a legkisebbek is ismerjék a tradicionális énekeket, táncokat. A hajlikázás is innen, a délnyírségből származik. Ezeket a játékokat szeretnénk mi, ha itt az óvodában a gyerekeink megtanulnák. Ehhez felhasználjuk az időseinknek a tudását, mint ahogy látták azért az énekekben is, meg maga a lépésekben is mindenben nagyon sokat segítenek számunkra. És igenis van még egy asszonykórusunk, az érpataki asszonykórus, ami a 90-es években alakult, és számos versenyen vettek már részt, és igen magas díjakat is kaptak. És olyan énekeket, olyan dalokat adnak elő, amit ezen a tájegységen gyűjtöttek már ők is össze. A Hagyományok útján című rendezvénysorozatra a megyei önkormányzat nyert uniós és hazai forrást. Az érpataki eseményre a szomszédos települések helyi értékeit őrző vendégeket is hívtak. A megyei önkormányzat látja vendégül egy topos program keretében a helyi közösségeket. 20 helyszínen a megye különböző pontjain szervezünk ilyen értéktalálkozókat, ahová nem csak az adott település ünneplőit, identitásőrzőit várjuk, hanem a környékbeli településeket is, és itt is úgy látom, hogy nem csak az érpatakiek, hanem geszterédiek, környékbeliek is eljöttek, újfehértóiak, a saját hagyományőrző csoportjaikkal, egyesületeikkel, együtteseikkel, újfehértói fúvósokkal, mindazt megmutatják a maguknak, a környéknek, a megyének, azokat az érdekeket, amik ezen a kis településeken vannak. A megnyitón az is elhangzott, Érpatak rengeteget fejlődött az elmúlt 4 évben. A zsáktelepülés bekötő útja is megújult, így könnyebben megközelíthető a község. A Magyar Falu programban és a Belügyminisztérium jóvoltából megújul egy-egy út, a Honvéd utca és a Petőfi utca, megújul a kisiskola, tavaly a Magyar Falu programban kapott egy lehetőséget tetőfelújításra és hőszigetelésre, mi is, és az idén pedig a belseje újult meg, de a területfejlesztési operatív program jóvoltából pedig a régi nagyiskola, ami most művelődési házként szolgál, mintegy 120 millió forintból megújult. Az értéktalálkozókon a kulturális programok mellett kiemelt szerepet kap a gasztronómia. Az ételeket zsűrizik is. Érpatakon a babgulyás szerepelt a verseny kiírásban. 9 főzőcsapat nevezett, köztük a helyi óvoda munkatársai is. A dolgozók és családtagjaik főzték ezt a finom babgulyást. A babgulyásban ugye bab van, egy kis füstölt, mosházi csipetke, és már reggel 9 óra óta itt készülődünk, és most készült el a finom ebédünk, és bízunk benne, hogy majd a zsűri is úgy gondolja, hogy ízletes lett. Az értéktalálkozón versenyen kívül is főztek, volt, aki birkapörkölttel kínálta a rendezvény résztvevőit.